Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Jelasics Radován, az Erste Bank Hungary ZRT elnök vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szép napot, és én köszönöm a meghívást. Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A pénzügyi tudatosság, illetve a képzettség javult, vagy javulhatott az elmúlt 10 évben, mert nagyon sokat beszélt a sajtó is erről, a Nemzeti Bank is, tájékoztató kampányokat indított, a bankok is. Igen. Én úgy érzem, hogy itt valahogy lassan, de biztosan megtörténik az a korszakváltás, és bevallom őszintén én is, amikor megérkeztem az Erstebe 2011-ben, itt is ugye volt két iskola, volt az a idézőjelben jó régi iskola, hogy az ügyfél annak egyébként túl komplikált ez az egész pénzügyi szolgáltatást, meg egyébként nem is érti, hogy mit jelennek ezek a kamatok, meg egyébként is túl bonyolult ez neki, hanem csak mondjuk szépen neki, hogy minden rendben lesz, itt, meg itt, meg itt írja alá, és egyébként meg valahogy ezt megoldjuk. Jó? Ez a 2000-es évek eleje? Ez volt a 2000-es évek eleje, és tulajdonképpen a bankok ugye azt mondták, hogy ez nem érti meg egy átlagember, jó? Sajnos, amilyen szolgáltatásokat, például erre szerintem a legjobb a svájci alapítál, azt nem is lehet elmagyarázni, jó? Tehát szerintem nincs az a nyilatkozat, amelyik alapján valaki tényleg megérthette volna, hogy ez tulajdonképpen milyen rizikóval jön. És aztán jött a másik iskola, amelyik remélem, hogy most már, ha nem is mindenhol, de remélem az intézmények túlnyomó többségében már azért a nyerő, illetve ennek az iskola alapján működik, ahol ugye azt mondjuk, hogy az ügyfél igenis megértheti, sőt, meg is kell, hogy értse. Abszolút nem jelent problémát, hogyha az ügyfél még kétszer-háromszor bejön. Nem jelent nekem semmi problémát, hogyha az ügyfél azelőtt bement egy másik bankba, és kéri tőlem a magyarázatot, illetve hogy részletekbe elmondja neki pontosan, hogy ez mit jelent. Az ügyfél, hogyha valamit alá is írt, vissza tud lépni. Tehát, hogy igenis egészen másképpen kell az ügyfélhez viszonyulni, és csak így lehet hosszú távon bizalmat, és így érdemes kizárólagosan hosszú távon mindkét oldal számára hasznot hozó tranzakciót létrehozni. Még egyszer, ez intézménytől függő, én hiszek ebbe. Sok ember egy picit furcsán nézett rám még 8-9 évvel ezelőtt, de amint látom, ebbe az irányba megy, és szerintem hosszú távon ez az egyedüli, és ez egyedüli jó út.